Sziasztok! Egy újabb dolgot szeretnék nektek bejelenteni. A karantén elhúzódásával megnyitottam a fodrász üzletemet Zsidró Tomi barátom mintájára egy karantén fodrászatot hoztam létre. Ennek az oka természetesen az, hogy a gyerekeket nem tudom elvinni a Tomiékhoz, és így saját magamnak nekem kell levágnom. Kevesen tudják ugyanis, hogy egy hajszál választott el attól, hogy fodrász legyek. Úgyhogy éltem az alkalommal, és új lehetőségek nyíltak itt az otthonunkban. Úgyhogy gyertek, mert elsőként Nándi fiam haját fogom levágni. Mit gondolsz, Nándi apukád nem fogja elrontani a hajadat? Hát nagyon félek, mert ő nem fodrász, hanem séf. Papa nem félsz attól, hogy elrontod a Nándi haját? De nagyon félek, de szerencsére ezt ő nem tudja. Nándi, és milyen hajat szeretnél? Hát sportos, és nem annyira rövid. Nándi, bízol apukádban? Igen. Bővebben? Hát nem annyira, de... Na, Nándi, hát akkor először is jöjjön a lepel. Így. Legalábbis én így láttam. Jó? Na, akkor nézzük a hajadat. Kicsit fel. Aha, nagyon jó. Ki vágta utoljára? Hát azt nem tudom. De hogy ne? De tudom. Jó. Aha. Oké, hát jó nagy. Akkor tényleg levághatom rövidre? Hát nem annyira. Jó. Mindegy. Akkor olyat csinálok, hogy oldalt lesz rövid. Igen. Jó? És akkor... Picit felül egy picit vág. De úgy azt tudod, hogy apád még életében nem vágott hajat. Ez egy tudtam. Új... Nem tudtad? Jó, akkor most tudod. Na, hát hozzuk ki a legjobbat, vagy legtöbbet. Kell egy fésű, és kell egy olló. Nincs fodrász ollóm, de azt mondják, hogy hasonló a fodrásznak az olló, mint szakácsnak a kés. Jó, vágjon. Jó a hangja, úgyhogy... Szuper. Jó, na, hát akkor gyerekek. Akkor így, itt ez a része lesz akkor rövid, jó? Vagy rövidebb, mint volt. Ezt a rész... Azért legyen sportos. Ó, olyan sportos lesz. Legalábbis remélem. Akkor készen állsz, Nándi? Igen. Jó, akkor gyerünk. Akkor... Kicsit a hosszabbító nem bírja, de... Nagyon szép, ugye, Nándi? Igen. Egy kicsit így felszedjük itt, kicsit. Lehet, hogy nem így kéne csinálni. Hogy néz ki? Egész jól alakul. Csak valahogy nem viszi. Hát ez túl régi. Át kell váltsam a ollóra. Mindegy. De várjál, hogy szokták ezt vajon? Gyere, fésüljük így. Igen, mert itt a Nándinak van egy forgója, és ezért nagyon nehéz vele dolgozni. Azoknak is, akik ez a szakmája, hát nemhogy nekem. Ha. Milyen? Fáj a hajad? Ez így elég béna. Egyelőre. Jó. De itt hogy szoktál? Nem tudom. Zsáni így, aha. Jó lesz ez egyébként. Hát ilyen a karantén. Menjünk a... Én azt tanácsolom, már nem értek hozzá, menjünk a megadott, megszokott módon, a megszokott irányba. Hoppá, leesett. Jó. Kicsit így. Hát így szokták pedig. Aus, az az ujjam volt. Jó. Kicsit. Úgy. Hát a Tomikám... Elkezdhetné oktatni online, mert akkor lehet, hogy jobban vágnék. Ez egy kis üzenet neked. Jó, ha nézed. Remélem eljut hozzád ez a kis videó. És remélem, hát most nem téped ki az összes hajszáladat egyenként. Tehát ilyen az, amikor egy séf vág hajat, ugye? Hát ez van. Szóval lehet, hogy kitanulom. Egyébként mindig is szerettem volna fodrász lenni. Édesanyám is fodrász volt. Úgyhogy egyébként nem állt távol tőlem ez a dolog. Megint a fésű. Csak hogy neki olyan gyorsabban ment, a Tomi is olyan gyorsabban vágja. Én meg olyan kicsit olyan lassabb a bénán. Itt már egész jól leszettem. Oda néz. Nagyon jó.
Innen is csípünk egy kicsit. Így. Úgy. Aha. Ez is mit keres itt, és jó hosszúra megnőtt. Na nézzük. Azt mondtad ugye, hogy... hogy sportos legyen. Már sportolódik egyébként. Nézd, tetszik? Hát nézd meg oldalról, miért? Hát egész jó. Hát most ez nem így lesz, mert nincs beszállítva. Már alakul, csak olyan nagy a hajad és erős, hogy én, mint szakács, hát ezt így nem tudom levágni. Most az a lényeg, hogy a fülét ne vágjam le, mert az akkor az vézik a legjobban, ezt mindig is megtapasztaltam. Így. Aha, és ide jó. Oké. Most egy kicsit elől is. Várjál, most ezt még meg kell igazítanunk, mert itt még annyira nem jó. Úgyhogy innen, ezt innen fogom átvenni, ez így. És akkor... igen. Meg innen is. Hát... kisfiam, anyád hogy van? Jó van? Jó van akkor. Mert bejelentkezett ő is egy festésre. Nem húzza, kisfiam? Nem. Jó, mert elég régi a gép. Azt a márkájából is lehet látni. Etu! Etus! Aha, ott még ez a tincs. Ezt még le kell nyesni. Hú, hát lehet, hogy ezt fogják kérni. Ez a karanténhaj. Vagy-e így? Aha, itt még egy kicsit. De miért nem áll az úgy? Most olyan... aha. Na majd a zselével. Aha. Hát figyelj, az iskolában nem fognak érte szólni, mert nincs iskola. Ha esetleg elrontanám, akkor még mindig ott van a kopasz. Frizura. Én nem akarok kopaszt menni. Jó, nem leszel. Nézem, aha, itt egy kicsit akkor ezt... de már elég. De hát még alig vettem le. Igen. Új, de szép! Oda nézd, milyen íve van! Na. Hát azért nem semmi. Olyan, mint kopasz. Aha. Kicsit itt, ja, itt kopasz vagy, egy kicsit. Mi? Nem. Biztos, hogy ez hajvágó, ez a... nem úgy viszi. Itt a szalomban. Valahogy. Jó, ennyi elég. Nándi, kész egy kávét? Nem, köszönöm. Most nem? Nem. Jó, akkor most jön ez az oldal. Most itt fogom eltávolítani ezt a részt. Úgyhogy nagyon egyszerűen, hogy fogják itt állandóan le azt. Szóval nehéz megtartani ezt tényleg, hogy így beveszem, ezt mindig látom, és akkor nehéz megfogni a fésűt, hogy ne essen ki a kezemből. Ez a talán a legnehezebb. Uh-huh. Egész jól lesz. És csak mindig ügyelni kell arra, hogy ne vágjunk túl sokat, mert akkor a gyerek mindig attól ordít, hogy a túl rövid lesz. Hát most nem lesz túl rövid. Innen viszont azért most ezt a technikát alkalmazom. Egészségedre ez a, biztos a haj volt. Gyere, így. Nagy Gergő szokta így csinálni. A Lázár figyelj, és hogy vagy? Így. Én is tudom csinálni. Nándi, figyelj, és hogy vagy? Jó. Aha, jó. Most. Nándi, és hogy tetszik? Hát jó, de nem olyan, mint a fodrásznál. Hát igen. És akkor egy kis hab. Így. Jaj, hoppá. Egy kicsit így be. Ide, menő lesz. Hát így bárhova el tudsz menni ezzel a hajjal, bár úgysem is sehova. De jó lesz. Uh-huh. Hú, ez most ilyen nagyon, nézd, fű. Várjál, kis izé, ég, fésű. Ez ilyen most ilyen jó fiús, nézd. Aha. Hú, igen. Így, itt is. Én is a füled fönn van, nem vágtam el. Tök jó, és hát ez így ilyen hódítós. Nagyon hódítós. Uh-huh. Kicsit itt, így. Hát, és akkor várjál meg még. Egy ki... ó, várjál, itt valamit rosszul csináltam, mert a tincsek gabajodnak. Ez itt egy forgó. Igen. De most már megvan. Így. És akkor kapsz még egy kis olyat. Igen. Icuka, jöhet a következő vendég, jó? Kész van a kisfiú, jó? Anyád jöhet holnap festésre, jó? Szia! Tessék!
Ezzel a kis videóval csak azt szeretném mindenkinek üzeni, hogy vágjon bele nyugodtan teljesen más dologban, mint amit eddig csinált, mert lehet, hogy jól sül ki belőle. Hát ebben most pont nem, de egyébként ez még lehetséges.